Mindjárt indulni fog. Egy hónapja működik a pannonhalmi apátságban az audioguide rendszer. A magyar mellett további 9 nyelven beszél a látogatókhoz, idegenvezető nélkül. Ha valamit ismer vagy nem érdekli, át tud ugrani rajta, nem muszáj együtt haladni, a másokkal saját ritmusában tud menni, és ez a rugalmasság az, amit én azt látom, hogy a 21. században nagyon sokan igényelnek, és ezzel meg tudjuk adni. Éppen a rendszer bevezetése miatt új látogatói bejáratot és turista útvonalat alakítottak ki, távol az apátsági, valamint a bencés iskolai élettől. Európai körúton van ez a 20 fős japán csoport. Budapest után a világörökségi helyszínt is látni szerették volna. Ez a Tokióban élő nő azt mondja, bár csak most ismerkednek a magyar történelemmel, nagyon érdekli őket. Már a 11. században a maival méretében, arányaiban megegyező templom épült Pannonhalmán. Tavaly augusztusban készültek el a Szent Márton Bazilika felújításával, ez a bencés közösség szíve, amely a látogatók fő célpontja is. A főapátság most mégis arra a legbüszkébb, hogy a múzeumok majálisán 4 monostori kertkultúrát bemutató kiállításuk lett a 2012-es év kiállítása. Eredeti dokumentumok, térképek kerültek elő, de fotók a jelenlegi állapotról, madárcsicsergés, vízcsobogás lehetett hallani, hogy mindenképp abban a millióban érezze magát az ember. Latin Stephanus. A Szent István király által adományozott kiváltságlevél másolatát és a Tihanyi alapítólevelet is itt őrzik. A felbecsülhetetlen értéki dokumentumok csak nagyon ritkán láthatók. A bencés közösség legbelsőbb élete azonban továbbra is rejtve marad. Valahol a mi titkunk, az életünk titka, az istenkeresésünk titka jelen valóvá kell, hogy legyen, éppen azért, hogy az ide látogató kaphasson valamit. Egy pohár vizet mindenhol lehet kapni. A pannonhalmi bencés monostorban évszázadok óta végeznek gyógyászati tevékenységet, saját kertjükben termett növényeikből pedig több száz éves receptek alapján készítenek szappant, teát és mézet.